Mivel volt elégedett a WHO főigazgatója? Mi az, amit akár más országok átvehetnek, tanulhatnak tőlünk? Hát elsősorban arra gondolt, hogy ugye a Magyar Nemzeti Rákellenes Program az 1993-ban készült el az első kiadásában, még Kásler Miklós vezetésével, és akkor az első háromban voltunk, akik a WHO iránymutatásai alapján ezt a Nemzeti Rákellenes Programot kidolgoztuk. Tehát ilyen szempontból időben is úttörő a Magyar Rákellenes Program, illetve hát azon túl a Magyar Onkológiai Intézeti Struktúrának a felépítése is abszolút ugye az Európai Rákintézetének Szövetségének ajánlásai szerint kerültek kidolgozásra. Tehát ugye egy komprehenzív rákközpont, az országos intézet, 4 regionális központ, és ugye a 19 megyei központnak a hálózata. És hát azon túl, amit külön kiemelt a WHO főigazgatója, hogy azt egy nagy eredménynek tartja, hogy miközben minden fejlett országban ugye a gyakorisága a daganatoknak sajnos emelkedik, emelkedő tendenciát mutat, ezzel szemben Magyarországon az utóbbi 7-8 évben a halálozást, a daganatos halálozást sikerült stabilizálni, és jelenleg stagnál. Minek köszönhető mindez? Hát nyilvánvalóan ennek sok oka van, valószínűleg ebbe szerepet játszanak ugye a megelőző intézkedések, tehát akár a HPV-oltás bevezetése, akár a dohányzás elleni akciók, tehát hogy kevesebb ember dohányzik már, mint régebben. Ugyanúgy a szervezett daganat szűrési programok, gondolok itt a méhnyakrák szűrésre, ugye a 2002-ben bevezetett mammográfiás emlőrák szűrése, illetve amit 2018-ban vezettünk be, ugye a vastag és végbéldaganatok szűrése. Ezen túl természetesen azért, ahogy a magyar gazdaság és a magyar egészségügy infrastruktúrája javult, nyilvánvalóan a diagnózis ideje lerövidült, a diagnózis minősége mind patológiában, mind képalkotóban jelentősen javult, és hát ugye a három fő terápiás lába is a daganatellenes kezeléseknek, ugye a sugárterápia, a gyógyszeres kezelések, illetve a daganatsebészet is jobb állapotban van ma, mint akár a rendszerváltás idején. Tehát ez egy sok tényezős dolog, mint ahogy egy nemzeti rákellenes program is, ugye az elsődleges megelőzéstől egészen a rehabilitációig, és akár még a népesség oktatásáig, a civil lakosság edukációjáig bezárólag fölüleli a szükséges dolgokat. Milyen fejlesztéseken esett át az intézet az elmúlt időszakban? Milyen speciális, akár mondjuk diagnosztikai, vagy másfajta berendezések állnak a rákos betegek segítésére? Hát jelenleg két ütemben 2017-től, illetve a tavalyi évben fejeződött be a teljes sugárterápiás gépparkunknak a felújítása, ami gyakorlatilag összességében több mint 4 milliárd forintos beruházást igényelt. Ez azt jelenti, hogy mind a 7 besugárzónkat le tudtuk cserélni, illetve egy új úgynevezett Cyberknife nevű speciális készülék is telepítésre került. Ezen kívül a legújabb fejlesztésünk, azt néhány hete adtuk át Kásler miniszter úrral és Pokorni polgármester úrral, az a vadonatúj 3 műtős mellkasi központunk, ami nem csak a tüdődaganatok sebészetének lesz a központja, hanem itt zajlik gyakorlatilag a magyarországi tüdőtranszplantációs program, ugye a műtüdőkezelésekkel együtt. És hát ami a legnagyobb léptékű fejlesztés, az éppen előtte állunk, most van kiírva az építési tender, az az intézetnek az Gyógyfő utcai sarkában szeretnénk építeni egy új úgynevezett egynapos diagnosztikai központot, ami egy 11.000 négyzetméteres épület lesz 4 emelettel és 2 mélygarázssal, ahol gyakorlatilag új képalkotó eljárásként PET-CT, illetve PET-MR is telepítésre fog kerülni. Úgyhogy az utóbbi időszakban egyrészt a amortizálódó gépeinket, hála Istennek, illetve a kormány és az EU-s támogatásoknak köszönhetően meg tudtuk újítani, és mind kapacitásban, mind új épületekbe bővíteni tudtuk az intézetet. Lehet azt mondani, hogy a rákos betegek kezelésében a világ élmezőnyébe tartozunk? Hát én azt tudnám mondani, hogy mindenképpen a közép-kelet-európai régióban kiemelkedünk. Ezt az is mutatja, hogy ugye 2019-ben a Emmi Kásler miniszter úr kezdeményezésére megalapította a Kelet- és Közép-Európai Onkológiai Akadémiát, ami ugye a régió
szűken nem csak az EU-ban lévő tagjait egyesíti, hanem az EU-n kívüli keleti és déli közép-kelet-európai országoknak az onkológiai intézeteit, és ilyen szempontból mindenképpen mind infrastruktúrálisan, mind szervezettségben a magyar onkológia kiemelkedik a régióban, de a európai, nyugat-európai vagy akár tengeren túli összehasonlításban is megállja a helyét. Itt csak annyit szeretnék kiemelni, hogy az Európai Rákintézetek Szövetségének az akkreditált intézetei közül a közép-kelet-európai régióban egyedül az Országos Onkológia Intézet rendelkezik 2008 óta az úgynevezett komprehenzív rákközpont szinttel, ami ugye a legmagasabb szint, ami minden daganattal kapcsolatos tevékenységet fölölel, a diagnózison, a megelőzésen, az oktatáson, kutatáson és a terápiával bezárólag teljes komprehenzivitást biztosítva.